Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, aktuális kérdések című heti magazin műsorunkat láthatják. Mai vendégünk dr. Kanász Nagy László, a Karcagi Kátai Gábor Kórház kardiológiai osztályának főorvosa. Köszöntöm főorvos urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget, és várom, hogy mire kíváncsiak velem kapcsolatban. Köszöntöm a televízió nézőket. Elsőként arra kérem főorvos urat, hogy néhány mondatban mutassa be a szakterületét. Hát ugye a kardiológia az én feladatom a városi kórházunkban. 1983 óta dolgozom a Kátai Gábor kórházban, akkor még ugye városi kórház volt, és később vette fel Kátai Gábor nevét a intézmény. Belgyógyászként kezdtem dolgozni a 7. emeleti egyes számú belgyógyászati osztályon, innen szakvizsgáztam belgyógyászatból, aztán 1994-ben vettem kardiológus, előtte 2 évet a klinikán kellett töltsek gyakorlati időt, és gyakorlatilag 1994-től kezdhettem el kardiológusként tevékenykedni és kiépíteni a kórház kardiológiai, diagnosztikai, terápiás ellátására vonatkozó elveket és átműszerezettséget. Szerencsére jól indultunk már annak idején is pályázatok, ugye a rendszerváltás után időszak pályázataiból sikerült egy úgynevezett non-invazív rendelő berendezni, és járóbeteg rendelés szintjén ettől kezdve jó felszerelt műszerekkel végezhetem a kardiológiai vizsgálatokat. Később csatlakozott kardiológusként Király József doktor úr, aki hát emellett a anesteziológus és az intenzív osztály vezetője, mert sok más elfoglaltsága van, de ő még aki a terület kardiológiai ellátásában aktívan részt vesz. Ketten vagyunk jelenleg is, és hát elég nagy terület. A kardiológiai ellátás szempontjából azért nagyobb, kb. 120 ezer ember érintő lakosság az a terület talán, ahonnan hozzánk fordulnak a betegek. A mi reszortunk az a kardiológiai alap ellátás, ami abból áll, hogy úgynevezett non-invazív diagnosztikai módszerekkel, tehát különböző EKG technikákkal, terhelés, holter monitorozás révén, illetve szívultrahang vizsgálattal térképezzük fel a betegeket, szívbetegségük tényét, annak súlyosságát, állapotát, és ha további kezelésre szorulnak, akkor továbbítjuk a területünkön illetékes debreceni kardiológiai klinikára. Szerencsések vagyunk, hogy nincs gyakorlatilag a terület elsődleges ellátóhelyével kapcsolatban közöttünk semmilyen közbőső intézmény, tehát közvetlenül a legmagasabb szintre küldhetjük a betegeket. Mivel mind a ketten a debreceni klinikán végeztük a tanulmányainkat, a kardiológiai klinikát jól ismerjük, az ott dolgozókkal is jó kapcsolatunk van, hál' Istennek interpersonális problémák nincsenek, jók a betegutak, tehát jól tudjuk a betegeket továbbítani. És hát ugye a 2012 óta most már osztályszinten is végzünk kardiológiai ellátást, mégpedig 2 osztály is létesült, egy 15 ágyas úgynevezett aktív kardiológiai osztály, ahol belgyógyászati jellegű, de kardiológiai, tehát szívbetegségek specializálódott aktív ellátás folyik, és van egy 30 ágyal működő kardiológiai rehabilitációs osztályunk, ahol pedig elsősorban a krónikus betegekkel, illetve a műtét jellegű beavatkozások után a magasabb szintű intézményekből hozzánk érkező betegeket látjuk el, rehabilitációs kezelést végzünk. Tehát szívműtétek után, szívkatéteres beavatkozások után hozzánk érkeznek vissza, mondjuk a területről elküldött betegek. Hát
így bezárul a kör, egy teljes fokú ellátást tudunk ezáltal nyújtani a betegeinknek. Fantasztikus évet jár be, és hatalmas fejlődésen esett keresztül, ahogy így elmondta Flóros úr, a kórház, az osztályok és a betegek nagy megelégedésére. Igen, 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 ez nagyon, nagyon jó, nagyon szerencsés, hogy a 2012-ben volt egy struktúraváltás az egészségügyben, azt hiszem, ezt sokan hallották már. Ennek ugye az volt a lényeg, hogy a belgyógyászati ágyszámokat nálunk csökkentették. Nagyon sok helyen, de a vidéki kórházokban általában lecsökkentették nálunk, és a felére két emeletnyi belgyógyászati osztály volt, 105 ágyal, és ezt bizony felére redukálták, és egy hát, mentő ötlet volt, vagy inkább egy kibúvó ez alól, hogy egy specialitást teremtsünk meg, a biológiai specialitást, és a rehabilitáció fekvőbeteg ellátását meghonosítjuk harcában. Így sikerült gyakorlatilag a ágyakat, a munkahelyeket megtartani. Az elmúlt időszakban iszonyat nagy forróság volt, azt lehet elmondani nyáron, és ez az úgy gondolom, hogy aki szívbeteg, az nagyon megviselte, aki nem, azt is annak is akadt problémája. Hogyan hat ez kortól, nemtől függetlenül az emberi szervezetre? Hát nehéz így megmondani, hogy kortól, nemtől függetlenül, mert eléggé függ az élettől. Hát azért a kor előre haladtával egyre inkább időjósokká válunk, és az izületeink inkább barométerek, mint járóeszközök. És hát a szervezetünk úgy egészében érzékenyebbé válik az időváltozásokra. Ugye hát az ember természetes működés az, hogy nagy melegben ugye a hőleadást kell fokozzuk, és erre a bőr, mint szervünk, az hivatott ilyenkor igazából működni. Ugye a verejték elválasztása, a bőrnek a nedvességtétel és ezáltal a hőleadás elősegítése, valamint a bőrereknek a kitágulása, kis kapilláris rendszernek, ugye kipirulunk a melegtől, ez a vér által a hőleadást elősegítő tényező. Tehát jó, hogy tudunk izzadni, jó, hogy ki tudunk pirulni. Ez viszont egy nagy értorna, tehát a szervezetet igénybe vevő értorna, hiszen a bőrerek vérellátásához nagy mennyiségű folyadékra van szükségünk. A testfelületünk, ami olyan 1,7-1,8 négyzetméternyi felület, hogy ennek a vérellátását meg kell növelni. Ez a vérmennyiség növekedésével is jár, illetve csökken a vérnyomást, mégpedig azért, mert ezek az értágulások csökkentik az ellenállását az érrendszernek, ami ugye a vérnyomás fenntartásának a paramétere. Tehát mondjuk a szisztolés vérnyomás az ugye a szövetek érben uralkodó kis ereknek az értónusától függ. Sokan tévedésből úgy gondolják, hogy a magas vérnyomás szívbetegség, pedig nem az, a szívnek nincs hozzá köze. Csak annyiban, hogy neki akármilyen vérnyomás van, akármilyen érellenállás van a szervezetben, azt ő neki bírnia kell nyomással és teljesítménye. Tehát akkor, ha 200-as a vérnyomás, akkor 200-as hüvelyminiméteres vérnyomáson kell fenntartani a keringést. Ha csak 120, akkor 120 hüvelyminiméteres vérnyomást kell produkálni a szívizomzatnak. Na most visszatérve a kánikulára, tehát ez az értágulat azért magas vérnyomásos betegeket viseli meg leginkább, főleg akik ugye hát szedik a gyógyszereiket, és rendben van a vérnyomásuk vele, de ha beáll ez a kíméletlen kánikula, akkor a vérnyomásuk gyakran leesik. A kánikula elején, első napjaiban sok ilyen jellegű probléma van. Sok idős ember kerül be különböző eszméletvesztésekkel, sérülésekkel, amiatt, hogy a vérnyomásuk leesik, és az agyi vérellátás hirtelen csökken és elájulnak. Ilyenkor nagyon figyelni kell a betegeknek a gyógyszerszedésükre, ellenőrizni kell sűrűbben a vérnyomást, és a folyadékbevitelre nagyon oda kell figyelni, mert ennek a úgynevezett elájulásoknak gyakori tényezője, hogy nem fogyaszt elég folyadékot a beteg, és emiatt is relatíve a vérmennyiség a erekben csökken, és egy hirtelen testhelyzet változás, felállás,
elfordulás, mozdulás elég ahhoz, hogy hirtelen kialakuljon az eszméletvesztés. A gyógyszereket ilyenkor át kell nézni, és a kezelőorvossal megbeszélni többnyire ilyenkor a vérnyomás csökkentők adagját felezni, ilyen esetleg gyógyszereket el kell hagyni. És amikor ugye fordul a periódus, mint például most a héten ugye kedden volt egy szörnyű, majdnem 20 fokos hőmérséklet csökkenés, hát ez megint sok beteget behozott. Teljesen más problémákkal ilyenkor, ugye ezek megszűnik a verejtékezés, megszűnik a bőr fokozott vérellátása, beáramlik a keringésbe ez a jelentős vérmennyiség, ami hát szívelégtelenséget tud okozni, ugyanakkor a vérnyomás megemelkedik, akár a lecsökkentett gyógyszereket újra elő kell venni, vagy a elhagyott gyógyszereket újra be kell állítani, mert itt megint egy szorosabb követés szükséges. Elsősorban az érelmeszesedésben szenvedő betegeket érinti ez, ahol az érrendszernek az elaszticitása, tehát rugalmassága nem megfelelő, és nem tud alkalmazkodni a körülmények változásához. Ilyenkor szintén az van, hogy a szeptember-októberi időszakban azzal tölti a dolgát a házi orvos, meg a belgyógyász, meg a kardiológus, hogy a vérnyomás csökkentőket újra beállítjuk, újra kell titrálni ezeknek az adagjait, mert hát, magas vérnyomásos problémák jönnek elő. Más nem azért, mondjuk nem a magas vérnyomás szempontjával visel meg ez a nagyon változékony klíma, hanem egyéb érrendszer, agyi keringés zavarok, egyszerűen hajlam, a fiataloknál nagyon gyakori a fejfájás, ami már nem tekinthető érrendszeri általomnak, ez egy alkati sajátosság, hogy van, akinek ugye nevezett tenziós fejfájása, érrendszeri eredetű fejfájása van, ez egy hajlamosság alapján kialakuló panaszok, ezek nagyon gyakoriak akár fiatalkorban is, nem kell hozzá érelmeszesedés az idős életkor. És a meleggel ez összefüggésben is lehet, mert igen, van, amikor többet fáj a fejünk, hogyha melegebb az idő. Igen. Hát egyéne válogatja, van, aki a hidegfrontra érzékeny, van, aki a melegfrontra érzékeny, a szerencsétlen energiai azok mind a kettőre érzékeny. Hát azért hál' Istennek az emberek többsége azért nem érzékeny a frontok változására, csak kisebb, nagyobb panaszok, üdülődések vannak emiatt, mert ugye mindenki szenved az ilyen nagy hőmérséklet változásoktól. Hát reméljük, most már túl vagyunk a kánikulán, de még sose biztos, majd látjuk, mire lesz az ősz, de a nyarak egyre keményebbek, ez bizony így van. Idős beteg emberek ne tartózkodjanak a nagy melegben kint, ez nagyon fontos. Általában úgy kezdődnek az anamnézések, hogy kimentem a piacra, és ugye ott lettem rosszul. Tehát lehetőleg kora reggel, még friss időben intézzük el a bevásárlásainkat, és aztán sötétített szobában tartózkodjunk. Sok folyadékot vigyünk be. Így van, sok folyadékot fogyasztunk. Nedvesítsük magunkat, párásító, hűtő megoldásokat próbáljunk azért, hogy ne hevüljünk föl. Másik elengedhetetlen dolog, amiről úgy érzem, hogy beszélnünk kell, a Főorvosura 2-es választókerületnek az önkormányzati képviselője. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Mit valósultak meg a kerületben? Igen, hát a 2-es választókerületet örököltem meg Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrtól. Hát ugye akkor 4 évvel ezelőtt én úgy csöppentem bele a önkormányzati képviselőségbe, hogy Kovács Sándor volt a megválasztott képviselője ennek a körzetnek, de ugye változtak a törvények, összeférhetetlenség alakult ki a megyei közgyűlési elnöki státusza és a területi képviselőség között, ezért le kellett adni ezt a mandátumot.
bocsát, akkor én kaptam meg ezt a, én nyertem el ezt a választókerületet. A egy év, fél évvel később történt választás során. A terület két körzetből áll, egyrészt van egy belvárosi lakóövezet, ami ugye a Fanzognak nevezett körzetek arcának. Itt ugye régóta betelepült területről van szó, ahol kertes házak vannak, közintézmény szinte nincs is ezen a területen, lakóövezetnek tartható, és van a négyes választókörzet, ami a, hát már a Damjanics utcán kívüli területeket érinti. Egy érdekes összetett választókörzet részben van egy kertvárosi jellegű része, ugye a nagyvénkerti lakóövezet, ahol vannak Karcagon legutóbb betelepült lakókörnyezet, ahol szintén kertes házak, jobb, úgy mondhatnánk, hogy jobb módú lakókörnyezet alakult ki. Ugyanakkor van egy szintén nem túl régi, a 80-as években épült bérház, most panel beépítésű, nagyvárosias jellegű lakókörnyezet, és hát van egy nevezett kisvénkerti kerti lakóövezet, ahol hát félig meddig inkább külterületi ott élők lakják, sokkal szerényebb körülmények között élő emberekkel. Tehát egy elég összetett lakossággal kell bánni. Sokféle megkeresés nyilván van ezekről a területekről. A Fanzug szempontjából inkább a infrastruktúra előregedése miatt kell különböző munkákat elvégezni. A járda felújítások, az árkok rendbetételesek, árkoknak a befedése, átjáróknak a javítása, tehát ilyenek merülnek föl általában a lakosság szempontjából az önkormányzat felé, míg a kinti lakókörben, ott pedig hát inkább a élhetőség szempontjából fontos beruházásokra kellett sort keríteni. Például a nagyvénkerti lakótelepen ugye létesült egy nagyon szép kosárliget, edzőpark, ami tényleg földobta ennek a területnek a élhetőségét, színvonalát. Nagyon szeretik a fiatalok, az egész városé is természetesen ezek a beruházások, és nagy szeretettel látom, hogy sokan, ha jó idő van, akkor használják ezeket a sport létesítményeket, de sok mindent lehetne majd itt csinálni, hát nyilván még a elkövetkezendő évek képviselőire hárul az, hogy azért az élhetőség, a felvirágoztatása ennek a külső kerületnek, a nagyvénkerti lakótelepnek azért még jó néhány beruházást igényel, hogy igazán színvonalassá és jól lakhatóvá tegyük ezt a lakókörnyezetet. Az ott lakók, a kerületben lakók is összefogva egy emberként, együttműködve viszik végbe ezeket a feladatokat, egymással kommunikálva, nyilván, mert ez elengedhetetlen egy ilyen környezetben. Hát igen, nyilván, hogyha valami utcát, vagy a lakókörnyezetet érintő változtatásról van szó, akkor mindig a környezetben, a utcában érők közös és egyöntetű javaslatát lehet figyelembe venni, mert nagyon nagy széthúzás szokott időnként lenni, tehát vigyázni kell azzal, hogyha egy megkeresés érkezik, akkor körül kell járni, hogy többiek is úgy gondolják ezt a például egy fekvőrendőr elhelyezése az utcában, ami lehet, hogy az éppen utca elején lakónak tetszik, tetsző ötlet, de lehet, hogy a beljebb lakók már nem úgy gondolják,
mert mindig az utca közös véleménye alapján lehet az ilyeneket eldönteni. De általában ezek a közlekedési rendnek a változtatásával kapcsolatos dolgok, amik hát ilyen közös megegyezést igényelnek. Hogyha a főorvos urat valaki szeretné megkeresni, milyen időpontban, hol teheti meg ezt? Mire a lehetőség? Hát ugye hivatalosan minden hónapban van fogadó óra. Az általában én a kedvi napot szoktam erre kiszúrni, kérdem 5 óra körül a városházán. Ezek ilyen 1 órás fogadó órák, ott lehet megtalálni, amit a városi újság az mindig időben közül, hogy mikor vannak ezek a fogadóórák, minden képviselőnek van. Ezen kívül nyilvános a telefonszámunk, hát természetesen megkeresnek telefonon nagyon sokan, akár fűnyírás, akár bármi más igény esetén, és akkor konkretizáljuk, akár kimegyek, megnézem, hogy mi a probléma, és akkor úgy értesítem a városgondnokságot, vagy az önkormányzat felelő intézményeit, hogy mi a megoldás, hogy próbáljuk orvosolni a helyzetet. A telefonszámom az nyitott. Hát nyilván én elfoglalt ember vagyok, azért nem biztos, hogy mindig fel tudom venni a telefont, ezért hát inkább a délutáni órákban próbáljak keresni, az azért sikeresebb. Én megköszönöm Fodos úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és jó munkát kívánok az elkövetkezendőben is. Még egyszer nagyon köszönöm a meghívást is. Nagyon jó egészséget, és hát boldog jövőt kívánok mindenkinek, a harcegi kosoknak és a televízió nézőknek, a rádió hallgatóknak. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!